Nem volt ittas és nem állt kábítószer hatása alatt a dunai hajó baleset időpontjában a Viking ukrán kapitánya, mondta a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője a mai sajtótájékoztatóján. Csicsi Soma hangsúlyozta azt is, hogy bár a Vikinget kétszer vizsgálták meg, de elmondása szerint jogszerűen engedték el a hajót Budapestről. Le szeretném szögezni mindenek előtt, hogy az első szemlén kollégáim teljes értékű munkát végeztek. A szemlét a szakmai előírások szerint folytatták le. Az összes szükséges nyomot, anyagmaradványt rögzítették, a vízvonal feletti sérüléseket szintén rögzítették a hajón. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a szemlén szakértő is jelen volt. És itt van már a stúdióban Sógor Zsolt, a Hableányt üzemeltető Panoráma DKFT sértetti képviselője, ügyvéd. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye hallottuk a sajtótájékoztató részleteit, maradjunk egy kicsit ennél a kérdésnél, hogy önök szerint jogszerűen jártak el a hatóságok, amikor a vizsgálat után tovább engedték a Vikinget, vagy azért sértetti oldalról felvetesz kétségeket vagy kérdéseket? Én elég gyakorlott vagyok a büntető eljárásokban, és valamikor nyomozati munkát is végeztem. Az ügyészség az egy elég szőrös szívű szervezet, elég tüzetesen megszokott vizsgálni mindent, mielőtt bizonyítékokat kienged a kezéből. Azt kell, hogy mondjam, hogy amit itt a bejátszóban is hallottunk, az tökéletesen igaz. Az azt jelenti, hogy szakértők vizsgálták meg azonnal a hajót, lefoglalták azokat a kommunikációs eszközöket, az AIS rendszert, a radart, a radarképeit, a hozzá kapcsolódó adaktokat, vagy 5000 fényképfelvételt készítettek. Én úgy gondolom, hogy a rendőrség közösen az ügyészséggel döntött utána arról, tehát erről nem egy ember dönt, hanem összeültek és eldöntötték azt, hogy igen, ez a hajó tovább mehet. Azért egy ilyen hajónak az állási díja az igen magas, tehát, de amit egy ilyen büntető eljárásban figyelemmel kell követni, az a szükségszerűség és az észszerűség. Én úgy gondolom, hogy az észszerűség itt az diktálta. Nem is lehetett volna a hajót szárazdokban megvizsgálni Magyarországon, mert nincsen. Pozsonyban van a legközelebbi. Viszont ezt a hajót, mert a Viking ez egy elég komoly cég, ha megkérik őket arra, hogy hozzák vissza a hajót, mert egy pótszemlét akarnak tartani, vagy a rendőrségnek lehetősége van arra, hogy akár mondjuk Pozsonyba szárazdokra kéri a hajót, és akkor ott megvizsgálja, amennyiben az egyik ügyvéd kollégám hallom, hogy a gerincét szerette volna vizsgálni a hajónak, vagy egyéb ilyesmit. Itt volt a stúdióban korábban az ukrán kapitány ügyvédje Tótem Gábor, igen. Ő azt állítja, vagy hogy a védence azt állítja, hogy szakmai hibát nem vétett. Na most nyilván az nyomozásnak az egyik fő vonulata, vagy az eljárásnak az egyik fő vonulata a bizonyítás eljárásban az lesz, hogy most történt-e szakmai hiba valóban, vagy nem, tehát hogy mi okozta a balesetet. Önök azt kezdeményezik, hogy további tanukat is hallgassanak ki az ügyben. Miért? Az ügyvéd úrnak a nyilatkozatát nem nagyon kommentálnám, értem én őt, hiszen én is járok el gyanúsítottak védelmében. Hogy szakmai hibát nem vétett, ezt egy kicsit kétségbe vonnám, de úgy látom, hogy az ügyészség is kétségbe vonta, mert amikor meggyanúsította a kapitányt, akkor pont egy szakmai hibát rótt fel neki. Konkrétan például azt, hogy ezt a hajót szabálytalanul vezette, és egy szabálytalan előzés következtében, tehát nem tartotta be a hajózás szabályait. Nem vette fel a kapcsolatot a Hableány kapitányával, gyorsabban haladt, mint a, talán nem is a szabály szerint, de van egy relatív gyorshajtás. Tehát úgy néz ki, hogy azért ezzel is számolnunk kell. A harmadik az, hogy hídszűkületben voltak, tehát odaérkeztek volna együtt, na ott viszont konkrétan tilos előzni. Tehát az úgy gondolom, hogy mindjárt én úgy három szakmai hibát is találtam. Egy tény, van egy végeredmény, a végeredmény az, hogy összeütköztek, és a Hableány pillanatok alatt elsüllyedt. És az is tény, hogy 28 halálos áldozata van ennek a hajóbalesetnek. Tanúk.
A Panoráma Decknek két hajója is a környéken volt, akik azonnal beszálltak a mentésbe. És ez a mentés azt eredményezte, hogy négy túlélőt kivettek a vízből, ami nem volt egy egyszerű dolog, hiszen a sodrás 11 km/órás volt, az, aki nem szokott hajózni, az nem is nagyon tudja ezt elképzelni. De ez egy igen nagy sebesség, tehát ez egy futónak a sebessége. És nagyon komoly és emberfeletti munkát végeztek. Én azt az információt kaptam, hogy csütörtökön a belügyminisztériumban a belügyminiszter a bátorságért érdemrenddel fogja kitüntetni azokat, akik ebben a mentésben részt vettek. Viszont tanúként úgy gondoltuk a kollégáimmal, Borbély Zoltánnal végezzük együtt ezt a munkát, aki nagyon jó közlekedési szakértő és szakjogász, hogy azokat a tanukat is meg kellene hallgatni, akik ezeken a hajókon szolgálatot teljesítettek, nem csak azokat, akik, tehát már csak a kapitányokat hallgatták meg idáig. Milyen vallomásokat várnak tőlük? Milyen olyan feltáratlan körülmény lehet még a balesettel kapcsolatban, amire mondjuk eddig a hatóságok nem jöttek rá? Nekem még mindig izgatja a fantáziámat az, látva a felvételeket, hogy a Viking megáll, amikor rájöttek arra, hogy valamilyen baleset történt, de a kapitánynak úgy látszik, hogy tulajdonképpen fogalma se volt arról, hogy mi történt. Valószínűleg nem látta a hablányt. Hogy miért nem látta? Hát a szemléknek is az egyik bizonyítási része lesz majd, és majd mi is fogjuk kérni azt, hogy felmehessünk erre a hajóra, és megnézhessük különböző pozíciókból. De ez egy 135 méter hosszú hajó, és a kapitányi híd az azért az orrtól egy kicsit hátrébb helyezkedik el. Tehát vannak holterek a hajóban. De azt nem szabad elfelejteni, hogy radarok is vannak, és a radar pontosan jelzi, méter, vagy akár még félméteres pontossággal is, ezt nem tudom megmondani pontosan, de az biztos, hogy kiírja azt is, hogy melyik hajó az, aki előttünk van, és jelzéseket is tud adni. Valami figyelmetlenség történt, egy biztos, mert ha valaki hátulról neki megy egy másik hajónak, akkor valószínűleg figyelmetlen volt. Ugye azt is felvetették, hogy nem csak gondatlanság miatt tereli, vagy terhelheti felelősség a Viking kapitányát, hanem a segítségnyújtás elmulasztásáért is, hiszen az ütközést vagy a balesetet követően később állt meg. Mind változtatott volna, hogyha a kapitány elvárható gondossággal jár el? Én úgy gondolom, hogy ezt vizsgálni kell, ezt a kérdést, mert ez egy 2,5 perces felvétel, amíg tehát tulajdonképpen a víz alá nyomja a hablányt a Viking hajó, majd ezután stoppot húz, tehát megáll durván egy 50 méteren belül, majd hátra csorog, tehát nem gázzal tolat hátra, hanem hátra csorog, ami a sodrás viszi hátra, majd utána gázt ad, és felmegy körülbelül 800 métert, és ott köt ki. Most mögötte jött egy másik Viking hajó, mert ők párba mentek, körülbelül egy ilyen 100 méterre később. Én úgy gondolom, hogyha ebben az esetben, ha ott a hajón lévő utasok is elmondják azt, hogy emberek voltak a vízben, ők ezt látták. Tehát ez az információ valamilyen úton, módon el kellett, hogy kerüljön a kapitányhoz. Én úgy gondolom, hogy azonnal horgonyra kellett volna venni a hajót, mentőcsónakot lebocsájtani, és a személyzet tagjait a mentésre indítani. De akkor és ugyanezt meg kellett volna. Lett volna bizony, főleg annál a hajónál lett volna értelme, hogyha átrádiózott volna, aki 100 méterrel lejjebb volt, mert ő ezeket a feladatokat minden gond nélkül meg tudta volna csinálni. Hogy ez miért nem történt meg, azt nem tudom. Egyet tudok, hogy a kapitány nagyon úgy néz ki, hogy nemzetközi vizeken való hajózásra alkalmatlan, mert nem beszél idegen nyelvet. Később elmondják, hogy amikor tulajdonképpen jelentett valamit, hogy tényleg történt egy baleset, akkor azt egy ilyen vegyes nyelven, oroszul, németül és angolul rakta össze. Önök egyébként milyen betekintést kaptak eddig a nyomozási adatokban? Mi az, amibe bevonták önöket, mint a sértetti jogi képviselő? Például, miután kiemelték a hajót, volt egy 26 órás hajószemle. A Panoráma Deck Kft. Ügyvezető igazgatójával együtt jelen voltunk, és műszaki igazgatójával ezen a helyszínelésen.
ahol ott voltak a többi ügyvéd kollégák is, tehát Tótem Gábor is ott volt, és a Gyalog Balázs, aki a Vikinget képviseli a büntetőeljárásba. Én úgy gondolom, hogy nagyon korrekt a viszonyunk a büntetőeljárásba a hatóságokkal. Mi mindent megpróbálunk nekik adni, és azt azért elmondhatom, hogy ezen a szemlén mi is segítettük természetesen az ügynek a feltárását. Semmi olyan körülmény nem merült fel jelenleg, ami azt bizonyítaná, hogy akár a Panorámának, akár a Hablány kapitányának akár egy icipici része is lett volna ebbe a súlyos szerencsétlenségbe. Egészen röviden, mert gyakorlatilag lejárt az időnk, és kikapunk. Ugye a sajtóban megjelent, hogy a Svájcban is perre mehetnek a Viking ellen. Hol indítanak kártérítési pért, és mekkora összegekről lehet? Hát ez még a jövő döntése lesz. Nekem az az álláspontom, hogy Svájcban kellene közvetlenül perelni. Természetesen be fog majd lépni a felelősségbiztosító is a perbe. Elég komoly kártérítési összeg, hiszen nem csak mi sérültünk, hanem az ország is ezzel a balesettel, ezzel a nagyon szörnyű tragédiával, hiszen azt kell mondanom, rengetegen lemondták az utakat. Ügyvéd úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. És nézőinknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ma Magyarország élőben holnap is a megszokott időpontban jelentkezik. Tartsanak akkor is velünk, a viszontlátásra.